idején Ono egyik New Yorki tárlatán ismerkedett össze. A képzőművészetet kedvelő és művelő Yoko most Budapesten állít ki, méghozzá egyszerre két helyen, a Ludwig Múzeumban és a Falkmiksa utcai Galéria 56-ban. Very important because I love this country and especially Budapest. I love the city very much, and I know many interesting young people, and I like to share my work with them. Yoko Ono várbeli kiállításának címe Veszélyeztetett faj 2319-2322. A címadó kompozíció olyan embereket ábrázol, akiket néhány ezer év múlva az akkori régészek ásnak elő a földből. Nevük nincs, személyazonosságukat csak a nyakukba akasztott számtáblák jelzik. Ilyen 2319-ek és 2322-k leszünk mi is egyszer, figyelmeztet Yoko Ono. És ha nem vigyázunk a világra, teszi hozzá, akkor könnyen lehetünk mi is veszélyeztetett faj. Ono egyébként az egyenlegnek elmondta, hogy ugyanazt csinálja, mint másfél évtizeddel ezelőtt. Vagyis zenét szerez, énekel, festeget és szobrokat készít. Nagyon remélem, hogy mindaz, amit ön kíván, megvalósul. De honnan merít ekkora bizakodást? A saját fájdalmamból és az átélt sok szenvedésből. Mert kora gyerekkoromtól kezdve sokszor változott meg az életem. A második világháború idején kislány voltam, vidéken éltünk, ahol szó szerint éheztünk. Nagyon lefogytam. Annyira sovány lettem, hogy felkelni se tudtam, csak feküdtem, és néztem az eget. És akkor jöttem rá, milyen gyönyörű az ég. Ettől kezdve az ég lett az én védőtakaróm. Amíg van égbolt, addig nyugodtak lehetünk. Én legalábbis így érzem. Láttam, hogy vannak kulcsai is ehhez az éghez. Igen, de ezeket maguk is használhatják. Azt gondoltam először, hogy ezeket a kulcsokat üvegből kell elkészítenem. Ezzel ki tudom fejezni, mennyire értékesek számomra, milyen különlegesek. Csak az égbolt kapuját nyitják. Aztán azt gondoltam, hogy az üvegkulcs eltörhet. Miért ne csináljam meg kemény szilárd bronzból, meg aztán ez kifejezi a különbséget a 30 év előtti és a mostani magam között. Négy embert látunk itt, de világosan kiderül, hogy ez egy család. És ez arra emlékeztet bennünket, hogy mi is egy család vagyunk. Ahogy ezek az emberek szenvednek, az nagyon emberi szenvedés. Az anya még a halál pillanatában is azon gondolkodik, hogyan tudná megjavítani az eltört korsót. A lány arra gondol, hogy még rúg egyet, mintha azt mondaná, ilyen erős vagyok. A fiú arra gondol, hogy ki kéne rohanni a zöldbe. Az apa pedig arra, hogy egy segélykérő táviratot küld valahova, az űrbe. Kinek szól ez az üzenet? Hát, ha az egész földet a pusztulás veszélye fenyegeti, kihez fordulhatunk? Arra gondolok, hogy régen, amikor az ember barátok nélkül egy lakatlan szigetre vetődött, palackba zárt üzenetet küldött. Bedobta a palackot a vízbe, abban a reményben, hogy valaki megtalálja majd. Tudja? És mi most ehhez a ponthoz közeledünk. A Föld, mintha egy sziget lenne az űrben, és ott van a többi csillag is. És lehet, hogy nekünk ehhez a többi csillaghoz kell majd fordulnunk segítségért. Bolygótársak, segítsetek nekünk, mert úgy néz ki, valamit elrontottunk.